Hello, sziasztok! Hello! 2017 első vasárnapja. Nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Erről egy konkrét padsor rátok már. Úgy érzem, helyet keresek. Nagyon jó újra itt lenni, meg újra együtt, meg veletek lenni. Lehet, hogy láttatok pár változást. Az azért van, mert tényleg van pár változás. Kicsit magasabban van itt. Ezt színpadnak hívják, már van ilyen is. Jó, szerintem elég király év van mögöttünk, és maximálisan hiszem azt, hogy ennél még sokkal jobb év van előttünk, és személyesen is, külön-külön is. Hiszem, hogy elkészített Isten dolgokat, neked is, meg remélem nekem is, és hiszem, hogy ez este, ez lehet olyan este, amikor egy-egy képet Isten felhívott ebből a következőből, amit szeretne nekünk adni. Külön-külön is, köszönöm, és együtt is, mint közösség. Jó, következő részben ti köszöntsétek egymást nagy szeretettel. Lehet, hogy néhányan itt gondolkodtok azon, hogy mi a jó eget jelentett az, hogy víziós vasárnap, vagy víziós est, vagy valami ilyesmi nevet kapott, azt hiszem, az este. Évindító víziós vasárnap. Reméljük valami majd kiviláglik ebből a dologból. A minden esetre úgy érzem, hogy sok dolog van, úgyhogy imádkozzatok, hogy rövid legyen a sok. Lesz néhány extra része az estének, révén, hogy az év első este, első ilyen közös vasárnapja. Meg hogy az, hát igen, egy évindító vasárnap. Szeretnélek arra kérni néhány embert, vagy jó pár embert, aki úgy érzi, hogy 2016-ban bármiféle dolgot is szolgált a térben, hogy kérlek állj fel, bárki vagy, mindenki vagy, aki a legkisebb dolgot is úgy érzi, hogy itt nincsen verseny, vagy van verseny, de nem ebben, majd arról is lesz szó. Jó, szeretnék kérni nagy tapsot így egymásnak meg. Maradjatok még állva, ezt szeretném fejezni a hálámat szavakban is, hogy nélkületek így semmi nem lett volna, se tavaly, és semmi nem lenne a következő évben sem. Úgyhogy én személyesen nagyon-nagyon hálás vagyok értetek, és nagyon hálás vagyok nektek. És maradjatok még állva, és azt szeretném, hogy mindannyian, akik még ülve maradtatok, álljatok fel, kérek, csatlakozzatok a többiekhez. Mert hogy az a helyzet, hogy a mindenféle egyéb szolgálatok mellett, ugye zajlott ennek a helyiségnek a felújítása, a pincének a felújítása, üzembe helyezése, befűtése és ilyesmi dolgok. És ez egy olyan dolog, amiben mindannyian részt vettünk, úgyhogy tapsoljuk meg egymást, mindenki. És köszönjük meg, köszönd meg magadnak. Ez tök nagy dolog. Foglaljátok el nyugodtan. Szóval, amit tudjátok többen, a mai nappal teljesen befejeztük a pincének nem a takarítását, de a felújítás tervek szerint már ilyen nagy fúrások, meg ilyesmik egyáltalán nem lesznek. Ha lesznek, akkor az nem szervezett és nem tervezett. Ez amit is ott vannak, és így fogjuk élvezni még egy darabig. Lehet, hogy érdemes egy kicsit végigmenni egy-két extra dolgon. Ez összefügg a Pince Finish nevű kampánnyal, amiről egy pár mondatot szeretnék megosztani még az esténk elején.
A helyzet az, hogy többen tudjátok, hogy december-január két hónapra raktuk be ezt a kampányt, ami ilyen anyagi támogatás gyűjtős dolog, hogy befejezzük az utolsó 1 millió forinttal a pincének a teljes felszerelését. Ebből a mai napig bezárólag nagyjából ilyen 600 000 forint jött össze, úgyhogy ez elég király dolog. Még van 3 hét. Néhány dolgot így előlegben megerőlegeztünk magunknak. Hát amint látjátok, rengeteg sok része, nyilván ami előttünk van, ezek a leglátványosabbak, hogy színpad, egy-két ilyen technikai kiegészítők, vezetékek, van egy nagy tévé, az nem direkt van raklapokon, de jól néz ki így is. Akkor a félúton van egy mikrofon, és akkor még hangosabb lesz, ami most zajlik. Látjátok, hogy van itt egy ilyen válaszfal raklapokból, ez direkt ilyen alkotás. Tehát ez nem így összeállt, hanem ez direkt ilyenre akartuk. És amúgy gurú, meg ilyenek, akkor látjátok hátul, hogy formálódik, hátul lesz egy tök komoly technikai pultunk, vagy már van, a kávézóban rengeteg minden felfrissült, a raktárban, hát oda egyre kevesebb ember fog bejutni, balesetveszélyes, és a raktárban nagyon sok dolgot felújítottunk, már nem a földön tárunk dolgokat, hanem polcokon. Tehát, egy relatív kis-nagy újítás. Maradék festések, képeknek egy része már a falon van. Mik voltak ilyen nagyobb dolgok? Most hirtelen ezek jutnak eszembe, majd lehet, hogy jövő héten visszatérünk rá. Ezeket szerintem jól látni, meg tudni, hogy így épülnek, és összeállnak. És így együtt építjük, szerintem ez nagyon király dolog. Szeretnénk most imádkozni, és akkor átevezünk egyre lelki vizekre, fokozatosan. Nagyon köszönjük, atyánk, ezt az estét, az új évet. Szeretnénk, hogy ez az év is rólad szóljon, szeretnénk hálát adni az előző évért, amit tőled kaptunk, és neked is köszönünk meg. És szeretnénk úgy belemenni ebbe a következő évbe, hogy veled. Szeretnénk téged követni ebbe az új évbe. Szeretnénk elkérni, és elvenni, és meglátni, és megragadni olyan dolgokat, amiket te készítettél elő számunkra. Akkor is, hogyha ezek nem mindig kellemes dolgok, mert nem attól szól a te hangod, mert nekünk mondjuk jól esik, vagy jól hangzik. Időnként van szükségünk keményebb szavakra is, és szeretnénk kérni ezekre is halló füleket és szíveket, atyánk, erre az estére, és így nyisd meg a te ígéret, és hatolj belénk a te szavaddal, mert szükségünk van rá, és tudjuk és hiszük, hogy az jó. Amit te terveztél, az jó, a jövő, ami előttünk van, az tele van reménnyel, és akárhogyan is érezzük magunkat pillanatnyilag, te jó dolgokat csinálsz, és jó terved van velünk, és ezért hálások vagyunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Akinél van ilyen könyv, a Biblia, lehet, hogy kevesebb matricával, lehet, hogy iPad-en vagy telefonon, a szabad nyugodtan elővenni, és keresgélni, és lehet már benne dolgokat, de még nem az a rész jön, csak így legyen előttetek, az mindig jó. Jól számoltam, ez az idei évindító vasárnap a harmadik a tér történetében, ami ilyen hivatalos. Az azt jelenti, hogy tavaly volt egy, és előtte meg még egy. Ki az, aki volt a 2015-ösön? Esetleg, igen. Hát egy néhány nem nagyon jó. És a tavalyin egy páran már, ott már még egy páran. Nagyon jó. A tavaly előtti az a Blahánál, most is a Blahánál vagyunk, szerintünk. Az a műszibe volt, művészeti szint. Az jó volt. Nagyon érdekes. Igen, Tamás ott jelent meg. A számomra érdekes volt visszaemlékezni, hogy végig gondoltam dolgot, és készültem a ma estére, hogy konkrétan a két évvel ezelőtti ilyen évindító vasárnapnak valamiért az ikletése az Assassin's Creed-ből indult. Csak akkor most már filmben is van. Nem feltétlen ajánlom, de jó a játék. Nem tudom, aki ismeri, annak talán érdemes elmondani, hogy
van egy ilyen jellegzetes része a játéknak, meg a történetnek, hogy nagyon magas helyekre mászik fel a hősünk, aki mindig kapucniba van, és van egy olyan rész, amikor a legtetejére elérkezik valamilyen toronynak, vagy valami magas épületnek, hogy jön egy ugrás, és akkor mindig egy ilyen szénabogjával érdemes ugrani, mert akkor különlegesen túléli. No, ami a lényeg ebből, és ahogy bejött ezt 2 évvel ezelőtt, az az, hogy ennek az angol neve az, hogy faith leap. Leap. Leap of faith, igen, faith. Ami annyit jelent, hogy hitlépés, vagy hitugrás. Nem tudom, hogy kerül bele a játékba, de erről szól azóta elég sok minden itt körülöttünk, úgyhogy nagyon király volt. A tavalyi pedig... A tavalyi vasárnapon indult el a 3H nevezetű kis ilyen mini víziónk, amiben azóta is vagyunk, és amiről ma is lesz szó hamarosan. Jó, tök jó, hogyha esetleg feljön benned ez a kérdés, hogy miért csinálunk ilyen évindító vasárnapokat. És a válasz az meg még jobb, mert olyan egyszerű, hogy jól induljon az évünk. Hogy erősen induljunk. Sokkal jobb, mint nem. Erősen indulni. És az a helyzet, hogy... Igen. Hogy az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben néhány napot töltöttem itt nem messze a hegyekben. Ilyen hihetetlenül romantikus pár nap volt. A szilveszterkor meglepett kedves feleségem is. De a lényeg, hogy tudod, így a hegyekben az utolsó faház, ami után már csak az erdő van, ilyen többnyire ilyen hószerű dolgok voltak a fákon, mert hogy így hó nem volt, csak a zúzmara, vagy dér, vagy valamelyik ezekből volt a fákon, és nagyon szép fehér volt, és ami az extra dolog volt, azon túl, hogy egyedül voltam, hogy nem volt se fűtés, se víz. A fűtés része az romantikus volt, hogy úgy indult minden reggelem, hogy 10 fok, és ezért felkeltem, és akkor fát kellett vágni, és tudod, a tűzre, és attól lett meleg. Most ez lehet, hogy valakinek fura, mármint nekem fura volt, mert ilyen városi vagyok, nem fűtöttem még fával soha, de ugye nagyon romantikus volt, hogy egész nap mögötted így ropog a tűz. Ez volt a dolog szép része, a favágással együtt, mert az most ilyen divat, az jó érzés. A dolognak a kellemetlenebb része, tényleg nagyon jó dolog, hogy fát vágni, ajánlom. A dolognak a kellemetlenebb része, hogy nem csak víz nem volt, ami ugye befele jön, hanem csatorna sem, ami kifele megy. Na és akkor különleges ilyen élmények voltak. Tudod, ilyen éjszaka full sötét, és az erdőben, így a természetben, hóesésben elintézni a dolgokat. Na mindegy, de hogy... igen. Így indult az év, és nagyon jó volt közben Istennel. Pár dolog. Ilyen az élet, tudod. És mindenhova velünk jön. Mindent lát, mindenről tud, de hogy nagyon jó volt így megállni egy ilyen pár napban, visszanézni az elmúlt évre, kicsit arra figyelni, amit Isten mond, anélkül, hogy mondjuk a 47-es villamos így elrobogna, amitől így berezonál az egész épület. Tehát, hogy a csönd meg természet, úgy értettem. És úgy érzem, hogy mondott pár dolgot Isten, és hiszem azt, hogy ez különbözőképpen fogja kibontani a szívetekben. És nagyon megható volt, és óriási dolognak tartom, hogy visszagondoltam arra, hogy így mindenkire, vagy hogy így rátok, akivel egy közelebbi kapcsolat alakult ki az elmúlt hónapok meg évek során, hogy ilyen legkülönbözőbb történetek, akik így vagyunk együtt, nagyon különböző hátterek, de hogy ilyen óriási, gyönyörű dolgok, és nagyon komoly értékek, amik bennetek vannak. És ez nem azért, tudod, hogy ilyen motivációs, inspirációs indító legyen, hanem Isten miatt. És nagyon-nagyon hálás vagyok értetek. És valamiért így döntött Isten, hogy egy ilyen fura kezdeményezésből, fura folytatással, de hogy így szeretne velünk dolgokat írni a történelembe. Ami lehet, hogy nagy dolognak hangzik, vagy ilyen a történelem.
De hogy ez így van, és ott vagyunk Budapestnek a spirituális térképén. És van feladatunk, és van helyünk. Ha ebben az egy kis dologban ezen gondolkodtam most a dicsőítés közben, hogy már van fűtésünk egy ideje, de hogy én ma úgy érzem, hogy valószínűleg az extra hideg miatt, hogy kevés a fűtés, ami maximum megy reggel óta. Így tudjuk befűteni a helyet, és lehet ez mondjuk kicsit kellemetlen, de hogy mennyire durva az, hogy messze nem mi vagyunk a legrosszabb helyzetben Budapesten, és konkrétan emberek halnak meg most Budapesten, mert hogy nincs otthon és nincsen fűtés. És akkor így gondolkoztam az előttünk levőjével, nem most, már így hónapok óta úgy érzem, hogy Isten elindított bennem dolgokat, akkor ezek mozogtak nagyjából bennem, hogy tovább, még tovább, mert megyünk, mert gyülekezet, és követjük Jézust, és együtt is, és tovább újabb dolgok, és nagyobb dolgok, és még szebben, és gyorsabban, és nagyobban, és még több embert elérni, és minden még szebb. De hogy aztán egy Isten szólt, hogy minden rendben, nyugodjál meg, és így megállított, hogy őt kövessem, és akkor így megyünk együtt, hogy így tudunk együtt menni, mint gyülekezet. Nem tudom, hogy megvan-e esetleg az a történet néhányatoknak, amikor így Pál apostolnak elindulnak a kalandozásai. És akkor volt egy város, ahova majdnem bement, de mégsem. Ja, azt olvassuk, hogy a Szent Szellem szólt neki, hogy ne menj be egy városba. Ami tök érdekes lehet belegondolni, hogy oda ment volna szolgálni, egy misszióban, egy küldetésben volt, evangélizálni embereket, megnyerni Krisztusnak, a jó hírt továbbvinni, embereket gyógyítani és szabadítani, és így miért mondaná azt Isten, hogy ne? Ez egy tök jó dolog, nem? Ezek jó dolgok. És miért mondaná Isten azt, hogy nem? És azt gondolom, hogy annyira egyszerű azok, hogy mert Isten sokkal jobb tervei vannak, mint nekünk saját magunk számára. Sokkal, sokkal jobb az, amit Isten tervezett neked. Lehet, hogy úgy vagy, hogy értek veszteségek, akár az új év kapcsán, ahogy átmentünk az előzőből ebbe az új évbe, lehet, hogy értek veszteségek, de hogy azt tudnod kell, hogy Isten kezében van az életed, és nem történt olyan dolog veled, amiről ő ne tudna, nem történt veled olyan dolog, amit ő ne engedett volna meg. És oka van annak, hogy miért enged át minket dolgokon. És ezek mozogtak bennem már itt tavaly, hogy már úgy meg vagyunk, mint gyülekezet, kész a dolog, akkor menjünk. Most én Budapest. Már mi is Budapest vagyunk, de hogy még tovább. Ki a falon kívülre, és jobban belemenni a városba, a város szövetébe, különböző szociális dolgokba beleállni. Ezek így mozogtak bennem, jöttek fel mindenféle lehetőségek, de valamiért így Isten azt mondta, hogy most nem ez a rész jön. És aranyos gondolatok vannak, meg jó a kreativitásunk időnként, meg sokszor, de hogy ez így nem így működik. És majd ő megmondja, hogy működik. És közben így ropogott a tűz. És én megértettem ilyen egyszerű dolgokat, hogy miért a naphoz igazodtak az emberek. Tehát tudod, amikor kelt a nap, keltek az emberek, lement a nap, mondjuk télen négy körül, akkor ők is így lefeküdtek. Főleg a második felét értettem meg, hogy sötéted is után. Mindegy. És akkor tudod, ilyen vaddisznók is. És akkor most ez a hang, ez vaddisznó volt, vagy ősz, az már aranyosabb, már vaddisznó néha betámad, hogy a házban nem jön be, de hogy lehet harmadik is, hogy valaki jön szintén melegedni oda, ahol én is melegszek.
Hát... Nem, és akkor ilyenkor gyorsan el kell aludni. Majd holnap reggel világos lesz, meg hideg, mert úgy kezdődik, hogy megfagysz. Na mindegy, ajánlom mindenkinek, különleges élmény. Na de a lényeg... valószínűsítem, meggondolom, meg hiszem, hogy jó pár azért jöttetek, hogy valamit Isten szóljon. Mondjon valamit a következő évre. Hogy Isten szóljon valamit erre az új évre, 2017-re neked is, és én is ezért jöttem, hogy nekem is, én is várok Istentől dolgokat. De hogy az a helyzet, hogy néha persze beszélünk arról, hogy Isten általában kevesebb szer szól, mint gondolnánk, vagy szeretnénk, de hogy sokszor igaz a másik oldal is a dolognak, hogy igazából nagyon sokszor szól Isten, csak egyszerűen azt nem mindig szeretjük. És persze ott van bennünk az, hogy szólj Uram, és megteszem, és hallja a te szolgád. Ja nem, ez most nem volt annyira jó, majd a következő. Igen, az abban már el tudom magam képzelni. Az egy jó gondolat volt. És amúgy én már kicsit benne vagyok ebbe a hívő dologba. Jézus, a követés. Tudom, hogy mi a távolság, meg közelség. Most nem nekem szólt, a kezdőknek. Most, tudod, vannak ilyen kezdők. Ez nekik ment ez a üzenet. És lehet, hogy azt mondja Isten, hogy fordulj előre, és nézd magadba, hogy neked mit szeretne Isten mondani, és mit mond Isten. És lehet, hogy nem feltétlen ma, és nem feltétlen új dolog, de lehet, hogy már régebb óta mond komoly dolgokat. Az a helyzet, hogy Isten szól, és a kérdés az, hogy te engedelmes vagy-e. Ami nagyon durva szó, ugye gyerekkorunkban, vagy sok korosztályban vagyunk, jó, én is gyerek vagyok még, tehát ilyen nagyon fiatal korunkban, ez a szó, hogy engedelmesség, ez nagyjából az egyik utolsó, amit így nemhogy nem használunk, de így hallgatni se nagyon akarjuk. És ez tényleg egy kemény szó, mert hogy Isten nehéz és nem tetsző dolgokat is mond időnként, és az engedelmesség már azt jelenti, hogy nem mérlegelem, hogy jó, nem jó, nekem való, nem nekem való, hanem így mondja és megteszem. És lehet, hogy pont most ezt tudod, hogy neked mi, és magadba tudod, hogy mit mond most Isten. Egyszerűen érzed egy ideje, hogy miben akar téged formálni, és mit akar benned formálni. De mindig jön egy másik hajó, amire fel lehet ülni, és elvisz a másik irányba. Mindig vannak lehetőségek igazából, mindig dönthetünk többféleképpen. És jó kérdés lehet az is, hogy ezt a képet vártam, köszönöm. Jó, nagyon jó. Így jó. Hogy mi az, hogy vízió? Mit jelent az a szó, hogy vízió? Miről beszélünk, hogyha erről beszélünk? Ilyen nagyon egyszerű magyar fordítása a szónak lehet például az, hogy látás. Ami egy olyan dolog, amit nem a fizikai szemeddel látsz, mert hogy még nem valósult meg, de tudsz erről a valamiről, mert hogy hiszel benne, és ezért igazából látod is, csak nem ezekkel a szemeiddel, és egyszerűen biztos vagy benne, hogy ez a valami, ez lesz, ez a valami, ez egy olyan dolog, amit Isten neked mondott, amiről ő szólt, amit ő megígért neked, egy olyan kép, ami a jövőből egy ilyen szelet, egy kép a jövőből, ami nem mindig számokról szól, és nem mindig könnyű megfogni, és néha csak ilyen-olyan körvonalát látod. Egy olyan dolog, amiből a tér is megszületett. Hogy Isten azt mondta, hogy legyen tér, és lett. És nem azért, mert nagyon komoly emberek, nagyon beleálltak a szolgálatba,
Például magamra gondolok. Nem azért, mert nagyon engedelmes lettem volna, vagy nagyon jól csináltam volna. Bár lehet, hogy párszor voltam engedelmes is. Egy-két dolgot lehet, hogy jól csináltam. De a dolog az nem ezért valósult meg, hanem azért, mert Isten mondta. És az másodlagos, hogy ezt emberek elhitték. Ami egyből cselekedetet is jelent. Hogy emberek elkezdtek cselekedni. Ez az a könyv, Jakab könyve, amit Luther ki akart venni a Bibliából. Cselekedet, meg hit. És egyszerűen azért valósult meg, mert hogy ez róla szólt. Ez miatta történt, és érte történt. És ezen az úton szeretnénk tovább haladni a következő évben is. Ki az, aki esetleg ismeri a térgyülekezetnek a vízióját? Néhányan. Nagyon jó. Viszonylag hosszú, én sem tudnám fejből elmondani. Vannak olyan gyülekezet történetek, hogy adott egy ember, akinek Isten elmond nagyon komoly és konkrét dolgokat, számokat, hogy 25 év múlva 30 ezer ember lesz egy 100 holdas helyen, és jó lesz. Még egyéb részletek. És ilyenek megvalósulnak. Nekem nem mondott Isten számokat. Ez, amit úgy érzem, hogy ez van, ez mozog, és ez van, amiben beleálltunk. Mindegy, hogy hanyadikként, és mindegy, hogy ebből mi a részünk. Mert hogy ami van esetleg verseny, az nem erről szól, hogy ki tesz többet, vagy ebbe ki van jobban benne. Van valamilyen verseny, de majd erről lesz később szó. Hogy milyen jó verseny lehet közöttünk. És ez a kép már majdnem a falon van, ott már láttok egyet, középen, a lépcsővel szembe. Az a, hát a küldetésünknek, az egymondatos küldetésünknek a kis képe. Hamarosan ott lesz mellette ez a második, a víziónk, az álmunk. És hamarosan lesz egy harmadik is. Arról majd később beszélünk. És ez a nagy kép, amit Isten csinál közöttünk, amit így hívunk, hogy vízió vagy látás, és ezen belül Isten pedig mutat konkretizáltabb dolgokat, megfoghatóbb dolgokat, amiknek lehet, hogy van időbeli határa és kerete, és ha visszanézünk, akkor erről szól a történetünk, hogy az elmúlt hetekben ezen gondolkodtam, hogy volt egy ilyen szakasz, ami az elhívásról szólt, volt egy következő szakasz, ami a felkészülésről szólt, utána volt egy olyan szakasz, egy két éves szakasz, amit úgy hívtunk, hogy az előkészítésnek a szakasza, más szóval 3x30-as kódnevet kapta ez az időszak. És amiben benne vagyunk egy ideje, ez az alapozásnak az időszaka, ez egy éve indult el. És az a neve, hogy így megjegyezhető legyen, és könnyebben magunkévá tehető, hogy 3H. És erről többen tudtok. Ki az, aki már ismeri? A 3H-t. Nagyon jó. Erről is beszélünk még kicsit. De most, mivel már többen elővetítik a Bibliát is, meg ott ég már az ige szakasz a kezetekben, elővesszük az esti szakaszunkat, ami olyan nagyon súlyos és nagyon komoly rész, úgyhogy nagyon jó rész. Nagyon-nagyon jó rész. Nagyon jó rész. Kicsit ilyen fura elmúlt napjaim voltak, mit tudom én, ilyen kiberlopásba bekerültem meg ilyenek, mármint nem én a hacker tudásommal, hanem, na mindegy, szóval ilyen élmények, hogy online lopások, meg beütött egy-két dolog, és így egyfolytában visszamentem ehhez a részhez, azért is, mert hogy vasárnapra kell készülni, meg azért is, mert annyira jó, hogy így elolvastam, és jó. Jó. Van ilyen, elolvasod, és jó. Úgyhogy nyissátok ki az Efézusi levelet, 3. fejezet, és a végét fogjuk együtt felolvasni a 14. verstől egészen a végig a 21-es versig. A kivetítőn is követhetitek. Olvassuk Isten igéjét. Mindezeket látva letérdelek az Atya Isten előtt, és imádom őt, akitől minden mennyei és földi család a nevét kapja. Arra kérem,
hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítsen meg a belső embert bennetek a Szent Szellem segítségével, hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben hitáltal. Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt egész életetek erre épüljön. Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt, annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Dicsőség Istennek az Eklézsiában és a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, örök időkig. Amen. Mennyire jó rész! Kiizgatott egy kicsit az ige? Az ige miatt, Isten szava miatt. Jó, én igen. Nagyon komoly rész. Megnézzük egy-két részt közelebbről, és közben bejárjuk egy kicsit a múltat, ami mögöttünk van. Kicsit belenézünk a jövőbe, ami talán Isten mutatni szeretne nekünk. De van ez a vers, hogy arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a belső embert bennetek a Szent Szellem segítségével, hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben hitáltal. Ami a tér 2017-ben, hogy erősítse meg. Az első éve ennek a kis szakaszunknak, amit úgy hívunk, hogy 3H, az arról szólt, hogy ráhangolódtunk dolgokra. Ráhangolódtunk erre a szellemi alapozásra, amit Isten végez közöttünk. Ez a következő évünk, ami a mai naptól kezdődött el, az pedig az erősödésnek, a megerősödésnek lesz az éve. Mondjátok kérlek, hangosan mondjuk együtt, hogy erősítse meg. Hogy erősítse meg. A belső ember, Szent Szellem által. Ennyi. Ki van hirdetve? Ez a vízió, ez a látás. 2017 a megerősödésnek az éve lesz. És lehet, hogy úgy gondolod, hogy jó, ez nagyon aranyos, ezek a szavak. Oké, ezek a szavak. De hogy ezek csak szavak. De hogy hadd mondjam el neked, hogy az ezek csak szavakból teremtette Isten a látható világot. Minden, ami körülvesz minket, azokat Isten szimplán a szava által hozza létre, benne, vele együtt, téged is, meg engem is. Mindannyiunkat Isten a szavával teremtett. Ami elég komoly dolog, érzem, szóval teremteni, csupán szavakkal, és Isten szavának, leírott szavának a mai napig van ilyen ereje és van ilyen hatása, hogy ezáltal Isten újjáterem dolgokat, és megújít embereket, és megújít helyeket, és családokat, és házasságokat, és barátokat, és barátságokat. Így akartam együtt menni a PPT-vel. Szóval 2016 ráhangolódás éve volt, következő évünk pedig a megerősödésével. A következő versünk, azt olvassuk, hogy azt kérem, legalább vagy négyszer, pár mondatot, legalább négyszer kért pár dolgokat Istentől. Lényegében ugyanezt csináljuk mi is az imádságban. Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. És szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy azon tudja, az nem kérdés, hogy Isten akar csinálni dolgokat, az nagyon fontos kérdés, hogy ennek a legkisebb részére is hogy vagyunk, vagy hogy lehetünk alkalmasak, honnan lehet erőnk a saját részünkre, a saját életünkben. És ezekre a dolgokra, amiket mutatni és adni akar, honnan lesz ehhez erőnk? És nagyon egyszerű, hogy még mélyebben belegyökerezünk.
Istennek a szeretetébe. És szeretnék ez rajzolni egy ábrát, mert rajzolni jó. Ezt így az utóbbi hetekben oda nem ezzel rosszunk. Utóbbi hetekben átössze bennem egy ilyen kép, amit úgy érzem, meg hiszem, hogy Isten mutatott, és válasz lehet valamennyünknek, hogyha erre a kérdésre keressük a választ, hogy honnan lehet ehhez erőnk. Az a helyzet, hogy van két nagyon fontos igazság, és ez lesz az ábrának az egyik oldala, az igazság, amit Isten mondott, ami van, ami az igazság, a valóság. A másik oldala az ábrának pedig az lesz, ami számunkra a valóság, és számunkra az igazság ebből. Az egyik igazság az, hogy emlékezzünk-e? Igen. Ez egy ilyen végtelen tengely, úgy képzeljétek el. Mondjuk ide rajzolunk egy kis végtelen jelet, és nem tudom, hogy matematikailag ez helytálló-e, hogy a másik vége mondjuk a mínusz végtelen legyen. Vagy nulla? Mínusz végtelen. Jó, régen volt. Együtt összedobjuk. Ez miért van itt? Szóval van egy olyan egyenesünk, ami mindent lefed. Ez a teljes minden. Meglátjuk, milyen egyenes. De hogy ez az eleje és a vége mindennek. Ahogy énekeltük is. Az egyik végtelen az az, hogy kezdjük a másikra. A másik végtelen az, hogy még a végleges ábrát csiszolni kell. Szóval a másik végtelenen azt helyezkedik el, hogy az evangélium, az teljes mértékben ingyenes. Az örömhír, a kegyelem, az teljes mértékben ingyenes számodra és számomra is, mindannyiunk számára. Az egyenesünk, ami nem egyenes, mert végtelen, hogy az egyenes lehet végtelen? A vonal másik oldalán pedig azt helyezkedik el, hogy Krisztus vérének az ára, az pedig felbecsülhetetlen. Egyszerűen nem lehet értékelni, mert olyan értékes. És ez a kettő egyszerre igaz. Ugye ez az ára annak, ez a végtelen ár, az ára annak, hogy számunkra ingyenes lehet. És ez a két dolog, amit már innentől már nem értünk, és az jó, valahol. De hogy ez a két dolog egyszerre igaz, azt mondja Isten. És ez az ultimate igazság. Tehát ez a, így az igazság. A másik oldalon pedig mi helyezkedünk el, mindannyian. Azért vannak benne extrák is. Amit nagyon fontos, szakasz nem. Félegyenes. A mi igazságunk ezen az oldalon az tök különböző, ugye egymáshoz képest is, és a két különböző igazsághoz képest is. Mindannyian különböző mélységében vagyunk annak meggyökerezni Isten szeretetében. Van párhuzamot érzed? Különböző mélységében vagyunk annak, hogy mennyire igaz számunkra, mennyire valóság számunkra az, hogy az evangéliumot ingyen kaptam Istentől. És ez ingyenes. Ez egyik oldala dolognak. A másik oldala, ebben is különbözőképpen vagyunk, különböző szinten állunk, hogy mennyire igaz számomra, mennyire valóság számomra az, hogy ez tényleg egy felbecsülhetetlen ár Krisztusnak a vére. És akkor tegyük fel, hogy van egy emberünk,
aki ugye egy végtelen egyenes, tehát végtelen mennyiség lehet begyökerezni Isten szeretetébe, amit a kettő között van, ami kitölti az egészet, aminek nincs vége, sem kezdete. Szóval van itt egy emberünk, mondjuk Pali, és ő mondjuk így áll. Ugye ezt sehol nem lehet elhelyezni, hogy hol van itt a nulla meg ilyenek. Polinak onnan lesz ereje 2017-hez, hogy a lefele nyíl, lal, és minél mélyebbre megy, a mínusz végtelen felé, hogy az evangélium ingyenes, és ő is ingyenesen kapta. A másik nyilván pedig mennyire megy minél feljebb, abba az irányba, hogy Krisztus vére az felbecsülhetetlen. És minél távolabb van egymástól ez a két egyenes, azaz minél közelebb az igazsághoz, annál több erőd lesz. Ezt kicsit félre is tesszük. Annál több erőd lesz. Ebbe az igazságban minél jobban meggyökerezik az életed, annál több erőd lesz. A hétköznapokhoz, a szolgálathoz, egyszerűen ahhoz, hogy Isten dicsőségére éljél, és éljek én is. A következő versünk, még egy kérés. Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt, annak megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. Azért a matematika visszajön. Nem olyan, mint hogyha nem ismerős? Nem baj, ha ismerős. Mert hogy lényegében a tér köszön vissza. Vagy onnan ide köszön valamilyen irányba. De hogy amit látunk, az az, hogy van Isten szeretete, amiért könyörök Pál, hogy értsük már meg még jobban, van Isten szeretete, aminek van ez a vertikális egyenese, magasság és mélység, és van a szélessége, horizontális vetületen, a szélessége és a hosszúsága, és ez a három irány, ez a tér. Amúgy ez a tér, még három iránya van, ez a valóság, ez a minden, és ezt tölti ki, és ezt tölti be Isten szeretete. És az a durva, hogy ha most kinézel az ablakon, vagy magadba nézel, akkor elmondhatod-e vajon, hogy ez tényleg Isten szeretete tölti be, mármint a te szívedet is, meg amit kint látsz és kint tapasztalsz. Nem? Mert hogyha a válasz erre az, hogy nem, akkor ez azt jelenti, hogy van feladatunk. És lényegében ennyi a küldetésünk. Amit látok a lépcsővel szemben is. Ez a küldetésünk, hogy behonjuk az embereket ebbe a szeretet kapcsolatba. Istennel. Úgy folytatja Pál, hogy bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, szóval nem baj, ha van rész, amit nem értesz, én se értem. Már ezt, hogy a mínusz végtelen az már önmagában. De hogy ezt nem is lehet emberi értelemmel felfogni. Én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. És ennyi a küldetésünk 2017-ben. Ez, ami ránk vár, ez az imádság, ez a vágyunk, ez van bennünk, hogy én magam is, hogy mi is átéljük, hogy igazán megismerjük, hogy betöltsön, hogy teljesen. Ezek milyen megfogható szavak már, nem? Hogy van ez a magasságának, a mélységének a nem értem, és akkor Pál összeköti azzal, hogy amúgy ez igazán meg lehet ismerni, át is lehet élni, és az is lehet, hogy teljesen betölt. És ez a vágyunk, és ezt szeretnénk ebbe az évbe, és ezt szeretnénk továbbadni is. Nem csak magam számára, nem csak a te számodra, a másik ember számára, hanem minél több ember számára. Úgy folytatódik a szakaszunk, hogy
bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Biztos páran ismeritek ezeket az ilyen évindító, inspirációs, motivációs kurzusos dolgokat. És így általában így szokott kezdődni, és ez is a vége, amit csak el tudsz képzelni. Csak tűz ki célokat, minél több cél, minél nagyobb cél, tudod, ez a, ha belövöd a holdat, legalább a háztetőig eljutsz. És akkor jó. Kitűzöd célokat, betűzöd New York, félúton. De ott van egy sziget. Majdnem az Atlanti óceán közepén. Na mindegy, és hogy legyenek céljaid, álmaid, amelyet el tudsz képzelni, még annál is több, és akkor abból minél több, és akkor csinálod, és akkor jó. Eléred egyiket, másikat, harmadikat, és akkor jó lesz. De azt gondolom, hogy Isten ennél sokkal többet szeretne nekünk adni. Az, hogy vannak céljaink, amiket kitűzünk, és el is érünk, az egy tök jó dolog, de önmagában semmi. Önmagában semmi. Amiről szól a 3H vízió, amiben tavaly elindultunk, az azért 3H, mert három darab H betű. Direkt egyszerűsítve van. Az egyik H betű, többen ismeritek, ugye alapból az egész a térnek a szellemi alapjáról szól. Az egyik H betű az az imádságháza, Máté 21.13 alapján. A másik H betű az a Tirannosz háza, az Abcsel 19.10 alapján. A harmadik H betű pedig a házak, így hogy házak, az Abcsel 5.42 alapján. És ezt kezdtük el tavaly, egy évvel ezelőtt, a térnek a szellemi alapjait lerakni. Az imádság háza egy kis visszatekintés. Ugye úgy indultunk, hogy Isten elénk rakott dolgot, elénk helyezett dolgot, elindított dolgokban, és így visszanézünk, és azt látjuk, hogy ez történt. Hogy így mérhetetlenül többet kaptunk, mint amit el tudtunk volna képzelni, és mérhetetlenül többet adott Isten. Ha csak ebben az egyikbe elmegyünk, rövid felsorolás szerűen tudod, hogy imádságháza, ami az imádatnak a mindenféle részletéről szól, onnantól kezdve, hogy a mikrofonnak van állványa. Az lett. De hogy egészen odáig, hogy lett otthonunk, hogy építgettük a helyeket, a székeket, kaptuk kölcsön, hurcibáltunk, meg most már vettünk is, meg kaptunk is, meg majd vissza is viszünk. Odáig, hogy a dicsőítés hogyan épül tovább, az imaszolgálat hogyan épül tovább, hogyan voltak a böjtölések, hogy elindultak az ige éjszakák, hogy az úrvacsorák, hogy úrvacsorázunk rendszeresen havonta. Szimplán az a dolog, amiben április 4-én indultunk el, hogy ugye megnyitó után két hetente volt a vasárnapi istentiszteletek, és április 4-én kezdtünk el hetente csinálni istentiszteleteket. Ezek mindent az évben voltak. És ez önmagában ilyen ultra komoly és nagyon szép és gyönyörű dolog, ahogy folyamatosan épülnek az imádatnak az alapjai a térben. A második dolog a Tirannosz háza, az egy olyan épület volt Kis-Ázsiában, ahol egy olyan különleges képzést tartott Pál, hogy két év alatt elfoglalták egész Kis-Ázsiát. Két év alatt zajlott a képzés is, és a kiküldetés és küldetések és missziók egész Kis-Ázsiában, amit így elértek az evangéliummal. Szóval ez egy ilyen ház volt, és ez nálunk is ezt jelenti a képzést, hogy elkezdtük a felkészített, különböző előadókat hívtunk meg, tréningek indultak, meg folytatódtak, a céltudatos életnek most már a negyedik része, vagy hanyadik része indul, akkor házi csoportvezető képzés indult, azt hiszem a harmadik, sőt már olyan legutóbbi házi csoportvezetői képzés olyan volt, hogy más gyülekezetekből jöttek ide hozzánk, és abban segítettünk, hogy más gyülekezetekből is elindulhassanak, amiket mi úgy hívunk, hogy nappali, de egy házi csoport, vezetőképzésnek különböző formái, és például jegyes oktatás. Ilyen is van. Lesz, van.
ilyen dolgokat elindítottunk ebben az évben, nagyon rövid felsorolás szinten. A harmadik lába pedig ennek a víziónak, amiben benne vagyunk, az a házak, ami azt jelenti, hogy, hogy közösség, hogy kapcsolatok, hogy házi csoportok, elindult három új nappali, tovább formálódik az online közösség és kommunikáció, külön férfiaknak valamik, nőknek valamik, meetingek, vagy találkozók, vagy alkalmak, ilyen valamik, ahol épül a szeretet. Elindultak ilyen térreggelik, elindult a szabad tér, egy ilyen szakadár indulás, ifi. Ilyenek elindultak. És nagyon-nagyon sok kapcsolat épült tovább. Ezek mind-mind ebbe az évbe a semmiből épültek. És azzal fejezi be Pál, hogy dicsőség Istennek az eklézsiában, mármint a gyülekezetben, vagy az egyházban, vagy Krisztus testében, és a Krisztus Jézusban nemzedékről nemzedékre, örök időkig. Amen. Úgy legyen. Dicsőség Istennek. És mi az, ami ránk vár, mi az, ami előttünk van, mi az, ami, ami érzékelhető abból, ahova megyünk. Szeretnék néhány gyakorlati dolgot megosztani veletek, ami már nyilvános, meg ma már ez a YouTube-ra is megy, úgyhogy már úgy is kell beszélni, hogy túl egy olyan személyes történetet megosztasz, és hogy köszönöm vissza. Szóval ilyen dolgot is tovább építünk. Szóval van néhány nyilvános, valami kevésbé, de hogy a legeső legtöbb, ugyanúgy, mint az előző évben is, és ugyanúgy, ahogy ez működik, mint kapcsolat Istennel, az közbe fogja Isten majd kibontani. Közbe fog Isten téged, meg a te szívedből elindítani dolgokat, ahogy ez idén is történt. Ami fix dolog, elkészült a pince, ez van kész. Kész van. Elkészült. Tehát felszabadult rengeteg erő ebből a fajta építkezésből. A szolgálati struktúrának továbbfejlesztése és hatékonyosítása is zajlik folyamatosan. Honlap frissítés, a motorcsoportnak a továbbfejlesztése az már elindult, illetve folyamatosan zajlik. Akkor a hirdetős és kommunikációs rendszerünknek a továbbfejlesztése, ezt kapcsolódik a YouTube channel is, channel. És akkor egy dolgot itt kiragadva abból a motor dologból, amit motornak hívtunk, ugye a térnek a belső magja, ami ilyen 40 fős szolgálócsapat, és folyamatosan változik és bővül. Ez nagyon röviden, ami biztos, hogy lesz, hogy Purpose Driven Church leadership képzést elkezdünk februártól. Ez 7 alkalmas dolog lesz. Magyarországon még nincsen sehol, és mi is Amerikából rendeljük. Az első szállítmányt elfogták Hollandiában, aztán a Magyar Posta is megvámolta, és a felét lenyúlta. Tök különleges dolog, egy nagyon veszélyes anyag. És az első része 2 hónap alatt érkezett meg. A lényeg, hogy ezt mi fordítjuk, és van tök jó kapcsolat az amerikaiakkal, és ez egy ilyen 7x1,5 órás képzés lesz. Ezt majd látni fogjátok az Én Szívtér csoporton belül, lesz az event valószínű, havi szinten, februári kezdéssel, nyitott, így téren belül, akár egy-két ismerős is, ha van, hozhatod, és egy hihetetlen jó komplex és ilyen bibliai alapjai az egész gyülekezet építésnek, az elejétől a végéig. Ez is például lesz, hogyha ez kevésbé ismerős, de érdekel, vagy még jobban érdekel, vagy szeretném még inkább így együtt haladni velünk, akkor ajánlom ehhez ilyen belépő szintként a Céltudatos Gyülekezet című könyvet. Ezek alapján haladunk. És egy gyors ima téma, hogy egyszerűen imádkozunk új helyekért, új székekért is, és új épületekért, ahol nagyobb alkalmakat majd tudjuk tartani. De ugye a legeslegfontosabb, amit majd holnap fogunk elkezdeni, és január végéig fog tartani, azt majd mindjárt mondom. De még nem. És van egy vers,
az utolsó után az első, amivel kezdődik a szakaszunk. Ez így hangzik, hogy mindezeket látva letérdelek az Atyaisten előtt, és imádom őt. És fokozatosan kanyarodunk az este vége felé, és szeretnél lelkire felkészíteni arra, hogy hamarosan ez egy opcionális dolog, de ha úgy érzed, akkor gyere te is, és boruljunk térdre Isten előtt. Ezt így előre mondom, opcionálisan lelki felkészülésnek, hogy készülj, mert hogy ezt nem csak olvasgatjuk, hanem így megyünk ebbe az új évbe, letérdelve Isten előtt, és imádkozni fogunk. És amit holnap el fogunk kezdeni, ez egy olyan dolog, ami most zajlik, az egész világon több százezer gyülekezet és több millió ember vesz rajta részt. Ez egy 21 napos ima és böjt, ami az év indítása lesz. Januárunk arról szól, hogy lezárunk 2016-os dolgokat, és felkészülünk a 2017-re, és február 1-től lesz teljesen új év, de ebbe már csak Istennel megyünk bele. Rengeteg ötlet van, rengeteg gondolat van, de ezekben a végső válasz és a vezetést azt Istentől várjuk. És ezért vele is fogunk foglalkozni a következő 21 napban. Kiderült, hogy ez már több vonalon is elindult szerveződésben a térben. Azt lehet, hogy érdemes tudni, hogy ami nekem egy ilyen megerősítés, hogy ez mennyire Istentől van, na most kitől lenne az, hogy imádkozz és böjtölj. Az mindig csak jó. Az szabad mindig. Na de a lényeg, hogy rengeteg helyen az utóbbi hetekben ez így elém került, de hogy ilyen egyértelmű volt bennem a reakció, nem hosszú idejű reakció, úgy rövid, hogy nekünk most elég sok dolgunk van, meg régi dolgok, meg új dolgok, megvan a magunk dolga, meg útja, most ez így nem fér bele, nyilván közben imádkozunk, böjtölünk. Na és aztán így a hétvégére már olyan sok felületen került ez elém, és olyan gyülekezetekből is, akik fel oldalára egyáltalán nem számítottam volna, számomra példaképek, de hogy egyszer nem gondoltam volna, hogy ilyen szinten ennyi helyen ennek a részei, és nagyon világosá tette Isten, hogy na, ennyi, akkor ebben az irányban megyünk tovább, és az oka nagyon egyszerű, hogy Jézus Krisztustól várjuk a vezetést, mert hogy ő a főpásztor, ő az egyháznak a feje, és ő az életünknek az alapja, és egyedül neki van joga formálni a jövőnket, és a közös jövőnket is. Neki viszont ebben szeretnék teljes autoritást adni. És a gyakorlati részeken majd fogtok holnap találkozni, hogy sem lehet ebbe bekapcsolódni. A záráshoz közeledve erre szeretnélek titeket bátorítani, hogy most együtt fogunk imádkozni. Itt van egy szőnyeg, úgyhogy akkor én is oda térdelek, mert hogy alattatok sincsen szőnyeg. Nem kötelező imádkozni, nem kötelező letérdelni. Ha úgy érzed, hogy felállsz, az is jó, ha ülve maradsz, az is teljesen jó. Lesz most egy ilyen nagyobb szakasz. Lesznek csendes részek, lesznek hangos imák. Ez lehetőség számodra, hogyha úgy érzed, hogy így szeretnél bekapcsolódni, hangosan imádkozz. Egyszerűen Isten elé megyünk, és letesszük az előző évünket, és tőle kérjük el a következő évünket.